440 pályázat érkezett a szombatesti fényfestésre. A legjobb produkciókra pedig hétfőn estig lehet majd szavazni a közösségi oldalakon, emelte ki Zsiko Zoltán, a Babits Kulturális Központ igazgatója, a várhatóan leglátogatotta produkcióját a 4. Hári János Mesefesztiválnak. A fesztivál tavaly több mint 3000 látogatót vonzott a városba, és elnyerte az Országos Város Marketing díjat. A cél, fogalmazta meg Árcsázső polgármester, hogy túllépjünk a meséken, és a közösségfejlesztés egyik eleme lehessen a mesefesztivál. A városnak ez a dolga és feladata, hogy a fiatalok, kisgyermekesek számára ne csak infrastruktúrális fejlesztéseket valósítson meg, tehát óvodai, iskolai beruházásokat, vagy éppen bölcsődei fejlesztéseket, hanem ugye a rendezvényeket hozzon ide, ahova érdemes kilátogatni, ahova jó kijönni, jól érzik magukat a családok, és ebben a két napban biztos, hogy jól fogja magát mindenki érezni. A két nap során a hivatalos fellépőkön túl szerepet kapnak a város általános iskolásai és óvodásai is. Van egy szuper rendezvény, a gyerekeket azt látjuk, hogy szívesen mennek versenyekre, szívesen akár sportversenyre, akár tanulmányi versenyre. Ugye, hogyha azt érzik, hogy valahol valamilyen eredményt elérhetnek, akkor annak érdekében szerintem leteszik a tabletet, a telefont, kezükbe vesznek mondjuk egy Hári János Mesefesztivál kapcsán mesekönyveket, és olvasnak. 50 program és több száz fellépő várja majd az érdeklődőket. A Prometheus Parktól a Művészetek Házáig, színpadi produkciókkal, kézműves foglalkozásokkal, mindenféle ügyességi játékokkal, állatsimogatókkal fogjuk vágni az érdeklődőket, és nagyon nagy öröm számunkra az, hogy ebben jó partnereink a helyi civilek. Azt mondhatjuk, hogy 22 civil szervezet dolgozik azon, hogy tényleg ez a hétvége a gyermekek számára nagyon kedves és szép lehessen. A 4. Hári János Mesefesztivál a Grimm mesék jegyében zajlik május 25-én és 26-án. A szervezők azt remélik, ismét közelebb tudják hozni a két nap alatt a gyerekeket a mesékhez és a családokat egymáshoz.